kicsként, korban az út szélén, életem volt heven, mi egy nap eljöttél, és megnyílt szemem, hogy végre lássak én, hogy megmutasd rajtam Isten dicsőségét. Jóta megszólítottál, életem téged dicsért, sorsom a győzelem, mert lelked bennem él. Fiatként hozzám futott, hajlékod nyitva áll, mert szívem megnyitottam, kegyelmed rám talál. Végre látok én, életem tét, és elmegyek veled, akár merre bíz, a támad és a bűn, a kicsit vagy a fáj, én akkor is tudom. Rám az úr kezel, vigyázz, mióta megszólítottál, életem téged kicsit, sorsom a győzelem, mert lelked bennem él. Fiatként hozzád futom, hajlékod nyitva áll, mert szívem megnyitottam, kegyelmed rám talál. Mióta megszólítottál, életem téged kicsit, sorsom a győzelem, fiatként hozzám futott, hajlékod nyitva áll, mert szívem megnyitottam, kegyelmed rám talál. Kegyelmed rám talál. Életem téged kicsért, sorsom a győzelem, mert lelked bennem él. Fiatként hozzád futott, hajlékod nyitva áll, mert szívem megnyitottam, kegyelmed rám talált. Mert szívem megnyitottam, kegyelmed rám talált. Mert szívem megnyitottam, kegyelmed rám talált. Az Úristen szelleme van én rajtam, első verstől. Azért, mert fölkent engem az Úr, hogy a szegényeknek örömhírt mondjak, és elküldött, hogy meggyógyítsam a megtört szívüket, hogy hirdessek foglyoknak szabadulást, és a megkötözötteknek megoldást. Hogy hirdessem az Úr jókedvének esztendejét, és hogy Istenünk bosszúállásának a napját. Megvigasztaljak minden gyászolót, hogy tegyek Sion gyászolóira, adjak nekik ékességet, hamuhelyet, örömnek kenetét, gyász helyett dicsőségnek a palástják, és a csüggett szellem helyett, hogy az igazság fiainak neveztessenek az Úr plántáinak az ő dicsőségére. Mindenki mondjon egy ámen. Tehát ez volt megprofétálva Jézus Krisztusról, az Isten fiáról, az Ézsaiás könyvében, amikor még nem született meg erre a földre. És nézzétek meg, hogy amikor ez a profécia ki lett mondva, hogyan történt meg a valóságban. Fordítsatok a Lukács könyvéhez. Lukács evangéliuma, már is mondom az ige helyet, Lukács 4. rész 16-hoz fordítsatok. Nézzük meg, hogyan történt ez meg. Lukács 4. rész 16
tól olvasom egészen a 19-ig. Ezt mondja az ige. És méne Názáretbe, ahol felneveltetett, és beméne szokása szerint a szombat napon a zsinagógába, és feláll a olvasni. És odaadták neki az Ézsaiás próféta könyvét, és a könyvet feltárván arra a helyre nyitott, ahol ez van írva. Az Úrnak szelleme van én rajtam. Mivel, hogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét. És behajtván a könyvet átadta a szolgának. Észrevettetek valamit? Mit vettetek észre először? Evidens, hogy ugyanazt olvassuk. De mit vettünk? Mi az, ami nagyon fontos? És amit most látnotok kell, amikor ez beteljesedett. Ézsaiás ezt mondta, hogy ezt fogja az Isten fiát csinálni, és Jézus bement a zsinagógába, kinyitotta a könyvet, ezt felolvasta, ugyanezt, de mi történt itt? Segítek. Abba hagyta a felénél. A 19. versnek, csak az első felét, a harmadik versnek, a 19. versben a harmadik vers feléig van. A bosszúállásának a napján már nem folytatja. Miért? És ezzel kezdem a mai szolgálatomat. Azért, mert az Isten fia azért jött, hogy megmentse az elveszetteket. És ő ezért olvasta fel az első felét a prófétai szolgálatának, és az ő szolgálatának, mert ő ezt jött megvalósítani, és a Jelenések könyvében, amikor ő bevégezte, tudjuk, hogy ő bevégezte a szolgálatát a 3,5 éven át, hányan mondtok egy halleluját, hogy 3,5 éven át az Isten fia végezte ezt a szolgálatát, hogy megszabadítsa a foglyokat, hogy meggyógyítsa a betegeket, hogy az Úr jókedvének eszendejét hirdesse, és sorolhatnánk, amit le van írva, ő ezt végezte 3,5 éven át, ő az Isten báránya, aki megváltja a világot. Meghirdette, képzeljétek-e, kinyitotta, és azt mondja, Ézsaiás erről beszélt, és íme itt vagyok, mert rólam beszélt, és elolvasom, ezt fogom tenni. Felnyitotta a könyvet, feltörte a pecsétet, és elkezdte megvalósítani, hogy meg van írva. De csak azt olvasta fel, ami az első 3,5 évben megy, mert utána pedig a következő rész még nem volt feltörve. Nem volt megnyitva. Nem volt megnyitva. Mikor nyitották meg a következő részét, az Úr bosszúállásának a napját, ítéletét, stb. Stb. Ugye a Jelenések 6-ban erről olvastunk, a 7 pecsét erről szól, amikor is nem más történt, hogy Jézus Krisztus a kereszten megáldoztatott, meghalt, harmadnapon feltámadt, és amikor fölment a mennybe, olyan nevet kapott, amely minden név fölött való, hatalmas dicsőséget kapott az Isten fia, most is jelenek hányan hiszitek, hogy az Atya jobbján ül, és esedezik mérettünk, hatalmas dicsőségben van az Isten fia, szeret bennünket, és azt is hiszem, hogy most is látja az élet gyülekezetét, itt lát bennünket, de nem csak minket, hanem minden gyermekét látja az Úr, és szeret bennünket, dicsőség Istennek, és aztán a következő pillanatban az Atya átadta neki a könyvet. És a könyv folytatódott a 19. verstől. Ugyanis a 7 pecsét nem másról szól, hogy mi fog történni a Földdel, mi fog történni az emberiséggel, miután a Jézus elvégezte a megváltás munkáját. És ott le van írva, mert nagyon fontos, hogy megértsétek. Nem hirdetünk liberális evangéliumot. Isten azért adta az egyszülött fiát, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. De ha valaki elutasítja és nem fogadja el az Isten fiát, és azok a népek és nemzetek, akiknek az életében már hirdetve volt az evangélium, vagy most is hirdetik az evangéliumot, de elutasítják, ez az Isten, ugyanez az Isten, aki az Isten báránya, ugyanez az Isten a júdabeli oroszlán. Ami azt jelenti, hogy ez a kegyelmes, ez a szerető, ez az irgalmas, ez az életét odaadó, életét átadó, váltságul adó Isten nagyon igazságos
és kemény ítélő bíró. Aki megváltotta az emberiséget, meg is ítéli az emberiséget. Ez a kettő, ami Istenünk együtt. Az igazság, Istene, mondjatok egy ámen, a szentségnek az Istene, ugyanakkor a kegyelmes és irgalmas Isten. És látjátok, hogy először Isten az ő kegyelmének esztendeit hirdette meg, jókedvének esztendeit hirdette meg, nem haraggal jött az Isten, hányan örültök ennek, nem ítélettel jött az Isten, hanem először azt mondta, világ, emberiség, bármit tettetek, ime itt van az életem, és aki engem elfogad, aki bennem hisz, annak örök élete van, és nem megy az ítéletre. De akik ezt elutasítjátok, nincs más lehetőségem, a bűnt meg kell büntetnem, a bűnöst meg kell büntetnem, és ítéletet kell gyakorolnom a bűnös világ felett. Úgyhogy választhatok. Vagy választjátok a kegyelmes Jézust, az irgalmas Jézust, a szerető Jézust, a megváltó Jézust, de ha ezt elutasítjátok, a hét pecsét erről szól, jönni fog az Isten ítélete. Ez az igazság. Együtt, mind a kettő. Hiszünk a kegyelemben, mondjatok egy ámen. Ugyanakkor hiszünk abban, hogy Isten igazságos és megítéli a világot. Miért teszi ezt? Két ok miatt, akik jegyzeteltek, írjátok le. Két ok miatt teszi ezt az Isten, ezért, mert nem tud más tenni, mert ő az igazság. Tehát mi történt? A bűnt, az igazság mindenképp megbünteti. A kegyelem idejében is megbüntette a bűnt, csak nem minket, hanem Jézus büntette meg helyettünk. Miután lejár a kegyelem idő, megint megbünteti a bűnöst, de akinek már nincs kegyelem, az maga fizeti ki az árat. Ez nagyon fontos. A másodikok, tehát Isten igazságos, és a természete nem változik meg, nem fog korrupt lenni az Istenünk, nem fog megváltozni az Istenünk, ő ma is az igazság Istene. A másikok, ami megint csak a kegyelemhez kapcsolódik, hogy Isten arra számít, hogy amikor jönnek a csapások, és ezek a lovak mennek, és ezek a pecsétek feltöretnek, akkor arra számít az Isten, hogy nagyon sokan megtérnek, akik nem térnek meg a kegyelemben, azok majd megtérnek a nyomorúságban. Mert Isten még ebben is meg akarja menteni, hányan hiszitek az emberiséget. Hogy amikor nyomorúság, mert látjátok, hogy vannak olyan népek, nemzetek, hogy a büszkeségük nem engedi, a hitetlenségük nem engedi, de ha eljön a nyomorúság, Isten senkit nem utasít el. Én hiszem ezt, aki segítség hívja az Úrnak a nevét, amíg a kegyelem idő van, a nyomorúságból is meg lehet térni, a nehézségek közül is meg lehet térni, hiszen nagyon sokan így tértünk meg, hogy betegségek, nehézségek, problémák voltak az életünkben, és csak Isten tudott rajtunk segíteni. De ha ez nem lett volna, nem tértünk volna meg. Nem mindenki tér meg a szép szóra. Erről most muszáj egy kicsit beszélnem. Nem mindenki tér meg arra, amikor a kegyelmét Istennek hallja. Van, aki arra tér meg, amikor a csapásai alatt van, és az életnek a gondjai, nehézségei, csapásai alatt vannak, de Isten kész bekötözni azt, amit megsebez. Édesapaként, gyakorló édesapaként néhányszor elkalapáltam a fiaimat. Muszáj volt. Nem mindig, néha. De én voltam az első, aki utána átöleltem őket. Miért fegyelmeztem őket ezzel a módszerrel? Mert nem volt más lehetőségem. De mindenképp meg akartam a gyermekeimet menteni, hogy olyan messze menjenek az igazságtól, hogy olyan dolgokat tegyenek, ami rájuk nézve a legkárosabb, ezért még ezt is igénybe vettem, ha nincs más a szeretet veszélye. És mit tettem ezután? Miután megsebeztem a gyermekeimet? Átöleltem, és a szeretetemmel meggyógyítottam őket. Hogy lássák, hogy a fegyelmezés az nem azért történt, mert gyűlölöm őket, vagy haragszom, hanem azért, hogy megmentsem őket. Hogy megmentsem őket. Ilyen az Isten is. Így vágjunk bele, és ezért fontos volt, hogy elmondani, mert sokan megijedtek, és fölhívtak engem telefonon, mi lesz azután, járassuk a gyereket iskolába, ne járassuk, dolgozzunk, ne dolgozzunk. Ide figyeltek, mi józan keresztények vagyunk. Nekünk úgy kell élni, mintha örökké itt élnénk a Földön. De úgy készülünk, és úgy imádkozunk, mintha ma lenne az utolsó nap. Mi van, hogyha ma az utolsó nap? Legyünk készen. Legyünk kapcsolatban Istennel. Köszönöm. Szeressük az Urat. Legyünk jó kapcsolatban a feleségünkkel, férjünkkel. Szeressük a testvéreinket. És hogyha ebben a közösségben vagyunk, a szeretet köteles soha nem szakad el. És akkor a te életed biztosítva van. De egyébként úgy élünk, hogy ami előttünk van, nekidőlünk szélegyenes, csináljuk,
és ha a proféciák meg vannak írva, mi akkor is bízunk Istenben, és úgy csinálunk, mintha itt lennénk még 100 évig, vagy 200 évig, vagy 500 évig, vagy akár meddig. Mert hűségesek akarunk lenni, mondjatok egy áment Istenhez, és hűségesek akarunk lenni az a látáshoz, elhíváshoz, amit Isten nekünk adott. És a hűséges szolga nem ezzel filózik, hogy mikor ússza meg a dolgokat, hanem a hűséges szolga arra koncentrál, hogy végezze a feladatát. Tehát nekünk édesapaként a gyerekeket nevelni kell, édesanyaként nevelni kell, a munkánkat el kell végezni, mondjatok egy áment, és nem tránkodhatunk, akármilyen profécia is van megírva, nekünk komolyan kell élni ezen a földön. Nézzük, akkor olvasom az igét. Jelenések 6-hoz hajtsatok. Tehát a bosszúállásának az idejét az Isten megállította, és itt vannak leírva ezek a pecsétek, amik majd itt van, fel vannak törve, és látjátok, hogy a 6. részben megint megnyitja a könyvet, és akkor már olvassa ezeket az igéket, és jönnek a bosszúállásainak az ideje. Azt mondja, még egyszer elolvasom az első verstől. És láttam, hogy amikor a bárány a pecsétekből egyet felnyitott, és hallám, hogy a 4 élőlény közül egy monda, mint egy mennydörgésnek szavával jöjj és lásd, láttam, hogy imé egy fehér ló, és a rajta ülené íj volt, és adatik néki korona, és kijöve, hogy győzve győzzön, és amikor a második pecsétet is felnyitotta, hallám, hogy a második élőlény ezt mondá, jöjj és lásd. És eljöve egy másik veres ló, és aki azon üle, megadatik annak, hogy a békességet elvegye a földről, és hogy az emberek egymást öljék, és adatik annak egy nagy kar. És amikor felnyitotta a harmadik pecsétet, hallám, hogy a harmadik élő lény mondá, jöjj és lásd. Látám azért, és imé egy fekete ló, és annak, aki azon ül, egy mérleg volt a kezébe. És hallék a 4 élőlény közt szózatot, ami ezt mondja. A búzának mércéje 1 dénár, az árpának 3 mércéje 1 dénár, de a bort és az olajat ne bánts. És amikor felnyitotta a 4. pecsétet, hallám, hogy a 4. élőlény szavát, ami ezt mondja. Jöjj és lásd! És láttam, hogy íme egy sárga színű ló, aki rajta ül, annak neve halál, és pokol követte azt, és adaték azoknak hatalom, a földnek negyed részén, hogy öljenek fegyverrel, éhséggel, halállal és a földnek fenevadai által. Eddig az ige. Nagyon-nagyon fontos dolog, csak azért, hogy tudjuk összekapcsolni a dolgokat. Tehát látjuk, hogy Jézus Krisztus, amikor felment a mennybe, olyan név adatott neki, amely nincs más név, odaadták neki ezt a könyvet, hogy felnyissa ezeket a pecséteket, egyrészt, hogy beinduljanak ezek az események, másrészt pedig ő indította ezeket el, másrészt pedig, hogy előkészüljön az ő visszajövetele, mert ezeknek addig meg kell lennie. És látjuk azt, hogy fölnyitotta ezt a 4 pecsétet, én teljes szívemből hiszem, hogy ez akkor már megtörtént Jézus Krisztus mennyben menetele után, ott a mennyben, nem a jövőbe fognak ezek felnyílni, ez a 4 pecsét, hanem már megtörtént ez a 4 pecsét felnyitása, és azt majd fogjátok látni a 3. szolgálat alatt, hogy az utolsó 3 pedig még nem lett feltörve. Azokról is fogunk majd beszélni. Nézzük a 4 élőlényt is. A 4 élőlény, figyelitek, hogy az egyik élőlénynek milyen az arca? Oroszlán arca van, a másiknak bika arca van, a harmadiknak ember arca van, és a 4. pedig sas arca van, ugye figyeltétek. Ezek az élőlények, akik kihirdették, elindították ezek az eseményeket. Mit gondoltok, mit jelent ez a 4 arc? Nagyon fontos, hogy megjegyezzétek, ez a 4 élő lény a 4 evangéliumot jelképezi, és Jézusnak a 4 legfontosabb szolgálatát. Sorolom, akik le akarjátok ezt írni. Az első a oroszlán arc. Máté evangéliuma kiemeli, Jézus Krisztus a júdabeli oroszlán. Amikor olvassátok a Máté evangéliumát, látjátok benne a júdabeli oroszlán. Sok minden kiemelkedik belőle, de az egyik legjobban az, hogy Jézus a júdabeli oroszlán, és az oroszlán kicsoda? A győztes, a mindenek fölött való, akinek hatalma van, és az állatok királya. Ő a királyok királya és az uraknak az ura, és itt az élőlény Isten királyságát, Isten hatalmát jelképezi, aki kiáll az oroszlán arcú lény, mert Jézus Krisztus a királyok királya. Ő neki adatott minden hatalom menjen és földön.
A következő élőlény, ugye beszél az ökörről, ugye Márk evangéliuma, tudjátok, hogy mit emel ki legjobban? Hogy Jézus Krisztus az Isten szolgája. Ugye az ökörrel szántottak, az volt a legfontosabb szolgája az embernek, szántottak vele, dolgoztatták ezt az állatot, és mindenféle munkát végzett ez az állat az embernek. Az egyik legfontosabb volt a mezőgazdaságban az embereknek akkor az ökör. Tudjátok, hogy az Istennek a legfontosabb szolgája, a legnagyobb munkát végzi el Jézus Krisztus, az Isten fia. Ő az az alázatos szolga, aki az Isten jármának alávetette a vállát, mondjatok egy ámen. Felvette az Úr igáját, ami jó és gyönyörűséges. A vállára vette a világ összes terhét. És mint egy ökör, elnézést így kell mondani, aki kemény súlyok alatt végezte és szántotta az Isten szántóföldjét, és felszántotta az ugart, és bevetette Isten az igéjével ezt a világot. És viszi a terket, és vitte, és a Márk evangélium erről beszél, hogy a legjobb szolga Jézus, aki viszi a világ terheit, és végzi a munkát. A harmadik élőlény, tudjátok, hogy mit jelképez? Ugye a harmadik élőlény pedig nem más jelképez, mint hogy Jézus Krisztus az embernek a fia, ugye emberarc van itt leírva, ugye emberarca volt itt ennek az élőlénynek, ő lett az emberfia, aki emberként született meg, hogy az emberiséget megváltsa, és ezért mondja Jézus Krisztusról, hogy ugyanakkor ő az Isten fia is, de mit ír az ige róla? Hogy ugyanakkor az emberfia, aki emberré lett, hogy embereket váltson meg. Erről szól melyik evangélium? A Lukács evangélium legjobban. Arról, hogy Jézus emberré lett, hogy embereket váltson meg. És aztán a János evangéliuma, ugye nagyon érdekes, Sasról, ugye a Sas a levegő királya, ugye ez pedig nem más jelképez, hogy Jézus Krisztus nem csak a királyok királya és az urak ura, nem csak a legjobb szolgája az Istennek, nem csak teljesen emberré lett az Isten, hogy lakozzék mi közöttünk, és megváltsa az emberiséget, hanem Sas az meg azt mutatja, hogy az égből jött, hogy ő ugyanakkor az Isten fia is. Ez a négy evangélium, a négy arc. Így mutatkozik be, ezért kellett négy evangéliumot leírni, szinte majdnem mindenben, szinte az avatatlanok számára ugyanúgy tűnik, mint az evangéliumok ugyanazok lennének, de mindegyik egy más arcát, más igazságát emeli ki az Istennek, és az a négy élőlény ezt képviseli a mennybe, ott van az evangélium a mennybe. Hányan tudtátok ezt? Jó. Tehát látjátok ezt, és itt az élőlények, tehát most meg fogjuk nézni a harmadik pecsétet, itt az ember arc. Az emberarcú Isten, az emberré lett Isten, aki emberré lett, nem valaki más küldött maga helyett, hanem ő született meg emberként, ő ment keresztül mindenen, mint egy ember keresztül megy, és emberként halt meg, emberként szenvedett, emberként élte át, amit nekünk is át kell élni. Hányan vagytok azért hálásak, hogy Jézus Krisztus mindent megtapasztalt a föld élete során, amit egy ember átmehet, ezért tud rajtunk segíteni. Mert emberarcú Isten. Emberarcú, ember közelé, nem egy elvont, nem egy távol lévő Isten. Olyan közel jött hozzánk az Isten, amennyire csak jöhetett. Dicsőség az Úrnak, hogy emberré lett. És itt látjuk, hogy a harmadik pecsétet, amikor felnyitották, ez az emberré lett élőlény, emberarcú élőlény hirdeti ki ezt, és ennek is van egy szellemi jelentősége, csak nincs időnk, hogy mélyebben ebbe belemenjünk, de folytassuk akkor, azt mondja, jöjj és lásd. Nézd meg, mondja. Azt mondja, látom azért, hogy imi egy fekete ló, annak, aki azon ül, egy mérleg volt a kezében. Ezt mondja itt az ige. Ez nagyon-nagyon fontos. Mit jelent a fekete ló? A fekete ló a éhínségnek és a halálnak a színe a Bibliában. Úgy is mondhatnánk, hogy óriási élelmiszer hiány és éhségnek a szelleme. Ez nem az evangélium után való éhségnek a szelleme, meg az ige után való éhségnek a szelleme, mert hányan olvastátok, hogy ki fogja árasztani Isten azt a lelket, amikor az emberek éhezni fogják Isten igéjét.
Nem kenyér után éheznek majd az emberek, hanem Isten igéje után. Itt viszont fordítva írja, itt valóságosan fizikai kenyérről van szó, és azt mondja, hogy ez a lény nem más, mint egy fekete ló, amely egy éhséget, egy élelmiszerhiányt jelképez, és rajta lovagol a halál tulajdonképpen ezen a lovon, és egy mérleg van a kezében. Akkor kezdjük gyorsan megmagyarázni, hogy mindenki értse ezt, hogy miről is van itt szó. Tehát a ló egy szellemet jelent a Bibliában, ugye már ezt a múltkor is említettem, egy szellemet jelent, akár ördögi, akár isteni szellemet is jelenthet, ezt mindig az adott helyzet dönti el, a szín, a környezet dönti el. Ebben a helyzetben ugye látjuk, hogy mit jelképez, le is írja ezt az ige. A mérleg a kezében nem más, mint azt jelképezi, hogy jönni fog egy olyan korszak az emberiség életében, és jött már többször az emberiség életében olyan korszak, amikor kimérték az élelmiszert. Tehát porciókat adtak. És akik ismeritek a történelmet, szintén azt tudom mondani, hogy ez a ló már lovagol a világon sok-sok száz éve. És megy, mert már az emberiség történelem során sokszor került az emberiség olyan helyzetbe, akár egész világszinten is, de nemzeti szinten is, amikor porcióval adták az ételt. Ki volt mérve? Fejadagokba adták az ételt, és meg volt mondva, hogy kinek mennyi jut, ki volt számolva, és be volt osztva, és csak jegy alapján, porcióként adták az ételt. Tehát itt arról beszél az ige, hogy föl van törve egy pecsét, hogy az emberi történelem során, az elmúlt időszakokban mindig lesz olyan időszak, ahol ez a ló lovagol, és ez a ló megy, és ez mindig élelmiszerhiány, és mindig éjhalált, éjséget hoz az emberiségre. És hányan vettétek már észre, hogy nagyon sokszor és sok helyen volt már éjség az emberiség történelmében Krisztusnak a feltámadása óta? Nagyon-nagyon sok nehézségen ment keresztül az ember, és figyelitek őszintén, ma az egyik legnagyobb probléma az éhség a Földön. Afrikában, és nagyon, vannak kimutatások, hogy ugyanaz egyik, a világ egyik része élelmiszer túltermelésben van, a másik része pedig élelmiszer hiányban van, és igazából rengeteg ember hal meg, azt mondják a szakemberek, rengeteg ember hal meg alultápláltságban, élelmiszer hiányban, és ez egy óriási probléma ma, tehát kimondhatjuk, hogy ez a pecsét fel van törve, és végig a történelemben visszamenőleg is láthattuk ezt, háborúk után a nagy éhséget, háborúk előtt a nagy éhséget, és jelenleg is a világ egyik része a szárazság miatt és a politikai helyzet miatt éhezik. Nincs munkájuk, nincs egzisztenciájuk, nem terem a föld, elsivatagosodik a környezet, és ezért láthatjuk, hogy egy mérleg van a kezében. Mit jelent ez? Ez nagyon-nagyon-nagyon fontos. Menjünk tovább. Azt mondja, hallék a négy élőlény közt a szózatot, vagy ezt mondja. A búzának mércéje egy dénár, az árpának három mércéje egy dénár. De a bort és az olajat ne bánsd. Akik jegyzeteltek, írjátok le, mert nem biztos, hogy hallottátok még ezt. Izraelben ebben az időben három aratást különböztettek meg. Ugye a legelső aratás Izraelben a búza aratása volt a harmadik hónapban. Ugye ezzel kezdtek. Utána később, a következő, azt hiszem az ötödik hónapban következett be, de ebben nem vagyok teljesen biztos, jött az árpának az aratása, és a legvégén jött a gyümölcs aratás, vagyis a szőlő, az olaj, vagy az olajbogyó, és minden más, ami gyümölcsfa, ugye nem sorolja fel itt az ige, csak a legfontosabbakat, mert ezek jelképet is hordoznak, ugye a szőlő, a bor jelképe, és az olajbogyó, az olajnak a jelképe. Ezek maguktól teremnek. A Biblia egy két dolgot mutat, ugye egy három aratásról van szó, tehát a búza aratás, a legelső, középen az árpa aratás, és a legvégén, a nyárnak a végén, amikor befejezték az aratást, a legvégső a gyümölcsök aratása volt. Azután, ami nagyon fontos, amit meg kell értenetek, a következő, hogy itt van egy kettőség is. A kettőség a következőt jelenti, ugye a búza és az árpa úgy terem, hogy el kell vetni, a szőlő és az olaj bogyó pedig magától terem. Nem kell vetni. Ha van olajfád, eljön az ideje, és
az időjárás kedvező, akkor ő magától fogja terem, nem kell vetni hozzá, tehát a szőlő magától terem, metszeni kell valóban, de nem az ültetéstől függ, hogy most elszórtad a magot, vagy nem. Ha van egy szőlő, lugasod, az teremni fog, amikor eljön az ideje. Tehát itt kettősség van. Egy olyan élelmiszerről, ketté osztja a Biblia, olyan élelmiszerek, ami az emberek munkájától függ, és olyan élelmiszer, amely magától terem, ha van ilyen fa, vagy ilyen növény. Ez nagyon-nagyon fontos. Ez is jelentőséggel bír. És egy kicsit akkor menjünk akkor mélyebbre ezzel kapcsolatosan. Azt mondja, a búzának mércéje egy dénár. Mit jelent ez? Az azt jelenti, hogy abban az időben, amikor ezt leírták, az egy dénár az egy napi keresetet jelentett. Hogy olyan élelmiszer hiány köszönt az emberiségre, a búza és az árpa miatt, amely egy egész napi munkabért igényel, hogy egy egyszeri étkezést meg tudjon vásárolni egy ember. Tehát egy egyszeri étkezés, egy dénár pedig egy teljes napi munkabért jelent. Tehát szinte az ember az alapvető élelmiszerre keres. Szinte azért, hogy ne haljon éhen. Arra keres, és akkor még ne beszéljünk a gyerekekről, ne beszéljünk a betegekről, az öregekről, akik nem tudják ezt megtenni. Ezt mondja itt a Biblia, és azt mondja itt a következőben, hogy ugye a búzának mércéje egy dénár. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy a búzát abban az időben sokkal többre értékelték, mint élelmiszer, és most is így van, mint mostanság. Ezért, amikor kenyeret készítettek, három mércéből készítették az árpát, az adta azt az energiát, azt a mértéket, ami egy embernek megfelelt, és a búzából pedig egy mérce. Ezt jelenti. Tehát, mivel gyengébb volt a minősége, nem nézték annyiban, ezért a szegényeknek adták inkább az árpa kenyeret, és a búza kenyer a gazdagabbaknak jutott. Hányan mondjátok, hogy szegények vagyunk, mint Európában? Nekünk búza kenyer jut. Áldott emberek vagyunk. Amen. Nagyon kevés áment hallottam, pedig a mennybe várnák. Amen. És azt mondja a következőbe, hogy a bort és az olajat ne bántsd. Ugye, még egyszer hagyjál mit sem, hogy a szőlő ugye terem magától, és a bor. De figyeljetek ide, ugye ez két dolgot jelent. Az egyik, hogy amikor élelmiszer hiány van, és válság van, és éhség van, akkor senki nem bort akar inni, senki nem olajjal akar főzni, mert örül, hogyha megél. Úgy is mondhatnánk, hogy ezek az élelmiszerek luxus élelmiszerekké változnak, és nem ezek a keresett élelmiszerek a boltokban, hanem az alapvető élelmiszerek lesznek a keresettek, ezt is jelenti. De azt is jelenti, és ez egy profétikus magyarázat, ezt is elmondom nektek, hogy miután, és teljes szívemből hiszek, és majd mindjárt elolvassuk ezt az igét, hogy miért is hiszem én ezt. Teljes szívemből hiszem, hogy amikor majd eljön ez az idő, hogy a világra, az egész világra, mert most az világ egy részén van csak éhség, de eljön az az idő, amikor az egész világon éhség lesz, különböző okok miatt, amiket föl fogok sorolni, akkor teljes szívemből hiszem, hogy Isten nem fogja bántani a bort és az olajat, vagyis azt jelenti, hogy a keresztény népet először is Isten meg fogja tartani, fel fogom olvasni az igét. Két módon fogja megtartani a kereszténységet. Az egyik ok az lesz, hogy Isten természet fölötti módon ad élelmiszert nekünk. Mint ahogy megtette ezt Izraelbe is, a pusztába, hányan olvastátok ezt. Illetve a második, hogy szól előre, hogy éhség jön. És föl tudunk készülni. Tudunk földeket venni, említettem nektek a múltkor, tudunk tartalékot képezni, nem most kell hisztérikusan saját agyunkból ezt csinálni. A Szentlélek majd szól, hányan hiszitek, hogy ezt így kell csinálni? Ha Szentlélek majd szól, akkor cselekszünk. Mert van, amikor úgy mentette meg a népet, hogy természet fölötti módon megáldotta a vetésüket, adott nekik élelmiszert olyan módon, ami elképesztő, meg úgy is megáldotta, hogy szólt előre nekik, hogy készüljetek fel, mert jön a hét szükesztendő. És fel tudtak készülni, és nem volt éhség Józsefék idejében. Volt éhség az egész világon, de ők nem haltak éhen.
Azután, tehát itt vagytok velem, senkit nem veszítettem el? Tehát miután az alapvető élelmiszereknek megnő a kereslete, és oda jut Európa is, mert eljön ez az idő, hogy fejadagokba fogják itt is majd osztani, megmondom majd az okokat is, hogy miért az ételt, nem most, a jövőben valamikor, akkor azt mondja, ne bántsd a bort, és ne bántsd az olajat. Profétikusan azt hiszem, hogy miközben válságban lesz a világ, Isten nem csak megsegít bennünket és eltart bennünket, hanem hiszem, hogy a Szentléleknek óriási kiáradás lesz az olaj, áradni fog, nem nyúlhat a sátán hozzá, miközben nehézségek veszik körül a világot, a hívő név soha nem látott módon kapja a Szentlélek erejét. Az olajat. Nem nyúlhat a sátán a Szentlélek kiáradásához. Mert a Szentlélek már a pünkösd ünnepét jelképezi. Ugye, amikor jött az átvar, a sátoros ünnepet jelképezi, bocsánat. A sátoros ünnep, amely sátorozik és várja az Urat, és ünnepeli az Urat, hogy mikor jön az Úr vissza. Rendkívül fontos dolgok ezek, és nem nyúlhat a borhoz sem. Úgy gondolom, hogy a nehézségek idején a hívő nép hatalmas örömbe lesz. Nem lesz korlátozva az Úr öröme. Hányan mondtak hallelujját? Nem lesz korlátozva a Szentlélek ereje. Nem nyúlhat hozzá. Ez a profétikus magyarázat. Bőséggel árad a Szentlélek munkája. Bőséggel jön az Isten népe között az öröm. Bőséggel áradnak a sajtó. Dicsőség az Úrnak. Tehát, még egy magyarázatot tartozom. Miért is jön létre az alapvető élelmiszerekben egy drágulás, és miért lesz fejadagrendszer a világon? Ennek két oka van. A Biblia ezekről is beszél, ugye nincs időnk végigmenni minden egyes igéken. Ugye elhiszitek, hogy én ezt tanulmányoztam végig alaposan, helyetetek is átnéztem, úgyhogy fölkészültem. Az egyik oka az az, hogy mivel a búzát és az árpát vetik, ha a vetés idején túl sok eső esik, nem tudnak vetni. Ha szárasság van és nem tudják felszántani a földet, semmi eső nem esik, akkor sem hiába vetnek, mert nem fog kikelni. Tehát azt mondja itt a Biblia, hogy olyan időszak természeti katasztrófák jönnek, hogy a vetések idején nem normálisan fog működni a föld, és pont a vetés idején nem tudnak vetni. Ezért a bor és az olaj még terem, de amikor pont kell vetni a búzát, azt nem lehet vetni augusztusba. Pont úgy megváltozik az időjárás és az idők, hogy annyira összekutyolódnak az időjárási tényezők, hogy a vetések idején vagy felhőszakadások jönnek, annyira, hogy nem bírnak, úszik majd a szántóföld a vízbe. És veszitek ezeket a jeleket? Most még jelszinten van az, hogy néha annyi eső esik egyszerre le, hogy minden úszik, és aztán hónapok telnek el, amikor semmi nem esik. És ha pont a vetés időszakára esik ez, nem tudnak vetni, nem tudnak, akkor nem is tudunk aratni. A másikok, ami miatt élelmiszer, és ezt, miért mondom ezt el? Figyeljétek a jeleket, amikor már annyira, a természet annyira nyögni fog, hogy ilyen jelek lesznek, akkor tudjátok, hogy éhség következik majd be, és drágulni fog az élelmiszer. Akkor figyeljetek, akkor kell nagyon figyelni, mert Isten nagyon sokszor a jelek alapján hívja fel a figyelmünket. Hát, ha egy évben nem fognak tudni vetni, akkor tudjad, hogy ilyen magas lesz az élelmiszer ára. És utána ez nehezebb lesz. A másodikok pedig a háború. Sok háború jön a világra. És a háború idején nem vetik be a földeket. Hanem az emberek háborúskodnak. Nézzétek meg, hogy azokban a népekben, nemzetekben, ahol háborúskodnak, ott nem vetnek. És mivel nem vetnek, felhasználják a készleteket, és miután felhasználták a készleteket, jön a fekete ló, éhség, és muszáj beosztani majd a feladagokat, ezt a történelem megint visszaigazolja. Hogy amikor háborúságok voltak, nehézségek voltak, akkor az embereknek nem volt lehetősége vetni, nem volt lehetősége megművelni a földet. És a harmadikok, amit most jutott eszembe a Szentlélek, ami megint nagyon fontosok, az az, hogy ma most a nyugati világ szándékosan szántja bele a plusz termést a földbe, szándékosan égetik el a terményeket, és dobálnak ki mindent, és nem adják oda a szegényeknek. Tudjátok, hogy miért? Mert nem akarják, hogy a föld szaporodjon.
És hogyha most minden élelmiszert, ami megmarad, elvinnének Afrikába, nem mindegy, most már megy az internet közvetítés, akkor még jobban szaporodna az emberiség. Így is eddig azt mondták, hogy ha szegénység lesz, akkor az emberiség azon része, amelyik szegény, nem szaporodik. Pont a fordítottja történik, látjátok, hogy ahol szegénység van, annál inkább szaporodik. És ők ezt nem akarják támogatni. Vannak bizonyos, tudjátok, hogy hányan olvastátok az igében, hogy minden gonoszságnak a gyökere a pénz szerelme. Hogy mindent a gazdasági érdekek irányítanak. És ha a gazdasági érdeket valami bántja, az embereket is feláldozzák érte, minden további nélkül hoznak olyan intézkedéseket, amiben semmiben nem nézik az emberi életet, csak hogy a gazdasági érdek legyen mindenek fölött. És ez egyik, a harmadik ok az az, hogy egyszerűen beszántja Európa, meg azok a részek, most itt Magyarországon is, hála Istennek, olyan helyen vagyunk, ahol amikor élelmiszer túltermelés van, de például Amerikában gyakran megteszik, hogy amikor plusz termés van, nem adják oda a szegény országoknak, hanem kiöntik a tengerbe, beszántják, elégetik, trágyát csinálnak belőle, csak hogy oda ne jusson az élelmiszer, és nehogy az árak csökkenjenek. Mi történik a harmadikok? Átok jön az ilyen emberekre. Tehát soroljuk fel, miért is jön majd élelmiszerhiány a világra, és miért jön ez a ló? Az egyik ok, mert a természeti katasztrófák miatt nem vedhetnek. Második ok, mi volt? Háború. Akkor megint nem vetnek, ugye zaklatott a világ, nem foglalkoznak ezzel, látjátok, hogy akkor aztán parlogon hevel minden. És a harmadik ok a gazdasági érdek. Hogy ott viszont, ahol van bőség, néhány ország úgy dönt, hogy inkább beszántjuk, inkább megsemmisítjük, inkább eltitkoljuk, inkább tönkretesszük, inkább elégetjük, csak oda ne adjuk. Ez is átkot hoz. Aki ilyeneket tesz, átkot vesz magára. Hogy van neki, de elnézi, hogy a másik szegény, elnézi, hogy a másik éhezik, de nem ad. Most figyeljetek, itt csak megint már megy az internet, már mindegy. Itt van ez a drága Európánk. Jaj, de nagyon szeretik a menekülteket, figyelitek? De akkor miért nem segítik milliárd eurókkal Afrikába, vegyenek élelmiszert, osszák? Legyen ingyen kaja. Azt nem csinálják meg, itt adnak nekik, ott nem. Mert ide jönnek, és gondolják, hogy majd az olcsó munkát elvégzik. Ha tüntetéseket és válságokat csinálnak, azért jó, mert a katonasságot és a rendőrséget lehet fejleszteni, és óriási pénzt lehet erre költeni, ami az egyik legnagyobb pénzköltés ma minden országban, a közbiztonság. Ha pedig békésen dolgoznak, az is jó, mert adófizető polgárok lesznek, és az aljamunkát ők végzik el. De nem segítjük őket ott, ahol élnek. Mert ha jó szívek vagyunk, és aranyosak, és kedvesek, akkor menjünk oda, ahol ők élnek, és segítsünk őt vizet találni, mert annyira buták, hogy nem veszik észre, hogy a lábuk alatt van 1000 méteren víz, és nincs technikájuk, hogy megfújják a kutakat. Nekünk van, mi tudnánk kutat fúrni nekik. Esetleg megtaníthatnánk őket olyan technikára, amit Izrael már régen felfedezett, hogy lehet a sivatagból termőföldet csinálni. De ez nem érdeke a nyugati világnak. A gonoszság mindent áthat. És a ló jön. Eltalál nemzeteket, népeket, és lovagol és megy. És adja a Jóisten, hogy ide Európába ne jöjjön. Ezt úgy lehetne elkerülni, hogy ne legyen háború, és úgy lehetne elkerülni, hogy az élelmiszert szétosszák. Ezzel a kettővel lehetne elkerülni. Ez nagyon-nagyon fontos. Nézzük az utolsó részt. Eddig értettétek? Az utolsó ló. Amikor felnyitotta a negyedik pecsétet, hallám a negyedik élőlény szavát, ami ezt mondta: jöjj és lásd! És látám, és imé egy sárga ló, aki rajta üle, annak neve halál, és pokol, követte azt. És adaték azoknak hatalom a földnek negyed részén, és hogy jöjjenek fegyverrel, éhséggel, halállal a földnek fenevadai által. Nagyon fontos rész ez is. Ez a ló is lovagol, és ez a szellem is megy a világon, ez is fel van törve, ezt is nyomon lehet követni az egész emberiség történetében, mind máig. És még mindig menni is fog.
Ez a ló következőt jelenti, ugye itt sárga vagy fakó színű lóról beszél az ige, a sárga vagy a fakó jelenti a betegséget és a járványt. Járványok, betegségek, méghozzá az egész világon végig söprő járványok, mint annak idején például a himlő, fekete himlő, amely sok-sok-sok, nagyon sok ember vitt el. Ezek olyan szintű járványok, amelyek valóban ki tudtak pusztítani egy-egy földrészt is, hogyha ha olyan kedvező körülményeket kaptak. És itt jön az utolsó ló, tehát a sárga színű vagy a fakó ló, amely járványokat és betegségeket, járvány szintű, járvány szinten terjedő betegségeket jelképez. Ugye mit mondtak nekünk ma a modern embereknek? Azt mondták, hogy ha a tudomány elég nagy lesz, és elég gazdagok leszünk, akkor a járványok meg fognak szűnni. És a betegségek. És a mai napig figyeljétek meg, hogy nem tudták megállítani a járványokat, nem tudták a betegségeket megfékezni, hanem mit tapasztalunk? Hogy időnként válogatás nélkül terjednek olyan járványok, olyan fertőző betegségek, amely ezrével, tízezrével, százezrével fertőznek meg embereket, és nem tudnak mit csinálni ellene. Vagy nem akarnak. Vagy nem tudnak, vagy nem akarnak. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy a negyed részén kap hatalmat. Ez miért nagyon fontos? Azért, hogy ez nem egy ilyen kis influenza. Jelenleg a Föld negyed része hány milliárd ember? Óvatos becslés szerint is 1,5 és 2 között van valahol. Olyan méretű járványok indulnak el a jövőben is, amely majd egyre nagyobb kihatással lesz, azt mondja az Isten igéje, egyre nagyobb, szélesebb tömegekre lesz kihatással, egyrészt a szegénység miatt, egyrészt a szárazság miatt, egyrészt a háborúk miatt, a temetetlen holttestek miatt, és így tovább, és így tovább. Ezek egymás után jönnek. Tehát ott, ahol háború van, ott nagyon sokszor éhség lesz. És ahol éhség van, ott nagyon sokszor járványok és betegségek ütik fel a fejüket. Egymás után jönnek és lovagolnak be, és jönnek, és ugye a világ negyed részén ez a ló hatalmat kap. Azt mondja itt az Isten igéje, és rajta ül a halál, tehát járványos betegségek miatti pusztulás és halál jelent ez, és azt mondja, hogy összességében ez a ló még hatalmat kap, még adatik neki ráadásul 4 fegyver, ugye a fegyver, éhség, a halál, ugye a betegségek miatti halál és a Földnek fenevadai által. Ezeket is nagyon gyorsan szeretném megmagyarázni. Ugye itt már a sas arcú lény mondja, az Istentől jött ember mondja ezt nekünk. Jézus Krisztus az Isten fia mondja ezt nekünk. És lehet ezt látni a következő szinten. Tehát azt mondja, a Földnek negyed részén kap ez hatalmat, ami azt jelenti tehát, hogy elég kiterjedett lesz, és nagyon sok áldozatot fog ez majd szedni a következő időszakokban is, és minél inkább haladunk előre, annál több és hatékonyabb fertőzések és járványok üthetik fel a fejüket, erre figyelmeztet bennünket a Biblia. Ugyanakkor azt mondja az Isten igéje, hogy egyesül az első három, az előző három ló együtt is, hiszen a háború mivelől, fegyverrelől, figyeljétek meg, aztán a következő ló mivel az éhséggel ölt, és aztán ez a ló, amiről most olvastunk, ez mivel öl, ez pedig a betegségek, a járványok halálával öl, és az utolsó pedig a Földnek fennevadai által, ez kétféle módon értem. Az egyik, amiben értem, az az, hogy ha valahol nagy éhség van, és, vagy nagy járványok vannak, és elnéptelenedik a Föld, és nincs élelmiszer, akkor mi történik? Az egyik, hogy a Föld állatai lakott részekre fognak húzódni, és pusztítani fogják az elnéptelenedett Földön az embereket, mint ahogy eddig megint ezt láttuk, hogy ilyen helyeken elszaporodnak a vadállatok, és rá fordulnak az emberekre, akik ott élnek. Tehát ott, ezeken a helyeken, ahol elszaporodnak a vadállatok, az ember felé fordulnak. A másik ok pedig, amit gondolok, az pedig nem más, hogy az egyik legfertőzőbb betegségeket ma az emberiség az állatoktól kapja el.
Tehát látjátok, hogy, hogy mondják, hogy ez a járvány és ez a vírus is állatoktól jött. Madárinfluenza, meg anyánkénye, meg minden sorolhatná. Itt az összeset végig. Tehát ezek állatok majomokból, szárnyasokból, madarakból, libákból, kacsákból, és így tovább, szarvasmarhakortól kezdve, sorolhatjuk, rengeteg van ilyen, és mind állatokból. Tehát így állatok által. Állatoktól kapott fertőzés. Állatoktól az étkezés. És látjátok azt, ma, nekem van egy, hányan tudjátok, hogy van egy szép kutyám? Nagyon szép kutya. Kislány, Mollynak hívják. És ez egy vizsla. És a vizsla egy nagyon jó kutya. Mondanám, hogy mondhatok egy áment. És figyeljetek ide, nem lehet neki adni csirkecsontot, csirkehúst, mert állandóan beteg tőle, vakarozók tőle, elkapja a fertőzéseket, mindig állandóan probléma van, pedig ez egy vadászkutya, ez mindent megeszik, ennek semmi baja nincs semmitől, és kérdeztem a kutyásboltba, hogy tessék már nekem megmondani, hogy miért csak a csirkehústól beteg az én kutyám. Azt mondja, azért, mert olyan mértékű vegyszerrel etetik a csirkéket, a csontokba ezek felhamozódnak, a kutya megeszi, ott koncentrálódik a sok vegyszer, és ezért vakarózik a kutyát. Értitek az ok-okozati összefüggést? Értitek azt, hogy, hogy működnek ezek az események? És ezt miért is mondtam el? Az azért, mert nagyon sok ilyen betegség állatokból koncentrálódik, nagyon sok ők védtelenek ilyen szempontból, és nagyon sok olyan fertőzést kapnak el, olyan dolgokat kapnak el, már ők is, ezek sok vegyszer miatt, ami az élelmiszerekben, meg a levegőben, meg egyebekben van, ezért mondja a Biblia, hogy az utolsó idők, azok veszélyes idők lesznek. Ételbe, italba sok veszély van. Tehát eljutottunk a negyedik pecsétig, ez is föl van nyitva, és azt látjuk, hogy ez a ló is megy, és ez is pusztít a járványok és a betegségek, és járja a világot. Összességében egy rossz hírrel fejezem be ezt a részét, és aztán pedig egy buzdító résszel zárom le, hogy senki legyen depós, szent deport ne kapjon, mert egy, hagyd mondjam már most is el, ha ezek 2000 éve mennek ezek a lovak a világon, akkor nem méltó az Úr, hogy adjunk neki hálát, hogy mindez ideig megtartott bennünket. És hogy ő a mi gyógyítónk, ő a mi szabadítónk. Amen. Betegségeinket ő viselte. Értitek már, hogy az Úr már ő lett a gyógyszerünk. Ő lett nekünk a gyógyírünk, ő lett nekünk a védelmünk, mert tudta, hogy ezen fog a világ keresztül menni. Ez van leírva abban a könyvben, amit ő föltört, a föld történelme le van írva. Ő már előre gyógyszer lett nekünk, ő már előre védelem lett nekünk, ő már előre szeretett Isten lett nekünk, és ő az, aki szeret bennünket és megvéd bennünket. És azt mondja, hogy ő a mi nagy pásztorunk, hogy ő valóban a juhok pásztora. Ő szereti az ember. Amen. Szereti az ember. Dicsőség Istennek. Tehát azzal fejezem be, hogy a végén, ugye majd folytatni fogjuk, mert látjátok, hogy eljutottunk a negyedik pontig, és az ötödik, hatodik és a hetedik pontig is el fogunk jutni. Az utolsó három pecsétet is meg fogjuk majd nézni. Ezek még nincsenek feltörve, ezek most fognak a történet során majd feltöretni. Ugye ezekről majd a következő szolgálat alatt fogok beszélni. És amit akartam mondani, hogy a hatodik és a hetedik pont között újabb csapások jönnek majd a Földre és a csillagokra, égitestekre, aminek megint az egyik következménye az lesz majd, látjátok, hogy megint nagyon sok ember fog elpusztulni az emberiségen, és összeadva azt a két arányt, ugye itt a járványok a Föld negyed részén kaptak hatalmat, de a következő csapások, amik jönnek az emberiségre majd abban az időben, azok további csapásokat jelentenek, és összességében a kettőt összeadjuk. A Biblia azt jelzi előre, hogy lesz a világtörténelem során egy időszak, amikor a Föld népességének a fele elpusztul. De mi már akkor nem leszünk itt. De ezt csak azok tapasztalják meg, akik elutasítják az Isten fiát. De ezeknek meg kell lennie, mert ez az Úr bosszúállásának a napja, amit nem olvasott fel. Ha nem fogadjuk el a szeretetét, a kegyelmét, akkor megfizet az emberiség minden bűnéért. És Isten keményen fogja az emberiséget csapkodni és verni azért, mert duplán, egyrészt a bűnei miatt,
másrészt pedig, hogy annyira nagyképű, annyira büszke, hogy a felkínált szeretetet se fogadja el. És milyen gonosz az ember akkor, amikor bűnt követel, ugye mondjuk, hogy nagyon gonosz az ember, amikor bűnöket követel, de mennyire gonosz, amikor kiröhögi a kegyelmet, amikor azt mondják, hogy én haltam meg helyetted. Én, csak írd alá, hogy elfogadom. És azt mondja, nem kell. Ezért kell duplán fizetni. Jézus vérét, aki megtapossa, jaj annak. Gyertek, most adjunk hálát Jézusért, az Isten fiáért.
meg el.